Krishna Isten. Gyakorlatilag Isten szó az csak egy pozíció. Ez a nem a neve. Ezért Istennek van sok név. Allah, Krisztus, Jehova, és így tovább, szóval itt van, ugyanúgy Krishna, ami igazából azt minden szónak van jelentősége, például Allah, az egy nagy Isten, akkor a Krishna, az mindenkit vonzó, hogy Isten ő nagyon-nagyon szép, nagyon csodálatos, és aki megismeri, vagy hallja róla, akkor nagyon megérzi ezt a vonzódó a tulajdonságát, és ez a képviseli. Ugyanakkor Istennek van saját formája, és az eredeti forma maga Istennek, aki csodálatos, fiatal, örökké, és kedves, bensőséges társa körébe van, és eznek az eredeti formának ez a neve, hogy Krishna.